És Pécsről a labdarúgó NB1 25. fordulójából. Nagyon sok múlik ezen a mérkőzésen, a Ferencváros jelenleg 7 ponttal vezet a bajnokságban, és ha ma itt nyer Pécset, ugyanakkor az Újpest, amelyik a legnagyobb üldöző, és a második helyen áll, a harmadik helyezett Debrecen otthonában esetleg vereséget szenved, akkor 5 fordulóval a vége előtt a Fradi előnye már 10 pont, majdhogy nem behozhatatlan, akár az egész bajnokság sorsa eldőlhet itt. Találkozón a Ferencváros összeállítása a képen, Albert Neagoja és Christiansen sérült. Volt egy kérdőjel, hogy Páling vagy Simon kerüljön a csapatba, nos Simon kap bizalmat. Érdekesség, hogy Krutka is a cserepadra szorult. A Pécsben rengeteg a sérült. Geleinek az első számú kapusnak bordaközi idegbecsípődése van, ő nem véd. Nehezen jut előre az akció. Fehér. Jó labda átvétel, még a csel is jó, és gól! Ulvecki! A 6. percben vezet a PMSC Fordan. Ulvecki bomba góljával. Gyönyörű csel után, 18 méterről, volt az talán 20 is. Bomba lövés a léc alá. Kicsit álmosan kezdett a Ferencváros. A pécsiek birtokolták többet a labdát, és az első igazi kapura lövés rögtön gólt is hozott. Ulvecki lövi. Még ott a helyzet. Már lefújta a játékvezető. Eszenyi lőtt a hálóba, de Molnár már korábban szabálytalanságot jelzett. Szép gól volt, hozzá kell tenni. Itt kezezés történt lengyel részéről. Eszenyi gyönyörű előtt a kapuba, de mindez sípszó után történt. Ulvecki. Fatusi felé. Kapás. Nem, egy csel inkább. És Eszenyi rúgta mellé. Viharos pécsi rohamok. Éppen csak mellé kocogott a labda. Ulvecki. Elpiszkálta előle Kuznyecov. Fehér. Újra Kuznyecov van munkában. Szép labda volt, Lipcsei kapta. Nagy Zsolt fut mellette. Lipcsei még. Ravasz lövés volt. Csaván ott állt. A bal kapufánál minden bizonnyal közbeavatkozott volna. Lipcsei a labda mögött, 38. perc. C. Kapufa, és kivágja végül lengyel. Hát ritka nagy helyzet maradt ki. Csabán sérült meg közben. Lipcsei a hosszú oldalra ívelte C irányába. Csabánt megelőzte Szekeres, aki másodszorra sem tudta a kapuba juttatni a labdát. És most van baj, ha Csabán megsérült. Itt a jelenet még egyszer. Szekeressel ütközött a kapus. Mert Gelei is sérült. Javult a Ferencváros játék a Novák Dezső megítélése szerint. Hát valamit, nem sokat, de helyzetünk így is megvolt, volt a Lipcsének a lövése, mert mellé ment. Most ez a, hát azt hiszem, hogy 100% az ígyszerünk. Hát úgy látok, nem akar összejönni semmi, de hát nem úgy jártunk, hogy össze is jönne. Kecskés melegít lesz csere? Nem, egyelőre biztonsági dolog, mert a Keller jelezte, hogy rájött kicsit a lába, de hát úgy látszik, hogy tud tovább játszani. Lipcsei könnyen lehet, hogy mégis kapura bombázza. Egyelőre közelebb megy. Jekyll. Lipcsei. C. Lisztes. C van üresen. Ez óriási gólhelyzet. C. Csabán. Meggyógyult Csabán. Most már biztos. Remek ütemben mozdult ki a kapus. Szép volt egyébként a ferencvárosi akció is Lisztes pazarlabdája után. C nem tudta berúgni.
célrúgja a szögletet. Hatusiról pattan tovább, Eszenyi, Simon lépett jól közbe. Nemles, C. Ezúttal Jekyll mentett szögletre. És most van vége az első félidőnek. Huszáros rohamokkal kezdett a pécsi csapat, és Ulvecki a hatodik percben gólt is szerzett. Utána egy kicsit leült a mérkőzés a félidő hajrájában, egyenlíthetett volna a Ferencváros. A szünetben mégis 1-0-ás pécsi vezetéssel térnek pihenőre a csapatok. Pálink jön be. Igen, egy kicsit a támadósorunkat akarjuk erősíteni, és hátrébb pedig a Simon Benne rendet fogolni. Kuznyacov elfáradt? Kuznyacov jölle, hát nem játszik úgy először. Kuznyacov helyett tehát Pálink az 55. percben. Csaván mutatja, hogy hogyan is képzeli el ezt a támadást. Teleket választotta. C. Mártonról pattan oda Nagy Zsolthoz. Csabán védett szépen. Kiemelt labda Mártoné. Márton. Fatusi. Még ő. Még mindig Fatusi. Balogba lőtte. Ulvecki még. Ott a gólhelyzet, Eszenyi fölött is elszállt a labda, és Tolocskó már nem tudja megmenteni. Itt van Eszenyi, aki a második helyzetet puskázt el, Fatusié volt a nagyobb. Itt már túl közel került hozzá Balogh Tamás. Aztán egy picit volt csak Ulvecki beadása magas. Kicsei, kapufa! Nagy Zsolt, ez nagyon gyenge kísérlet volt. Szekeres. Róla ment ki, kirúgás. Marad az 1-0. Lipcsei nagyon jó szabadrúgást végzett el. Itt lehet látni. Csabán alig mozdult érte. Második cseréjét is kihasználja a Ferencváros. Zavacki jön C helyére. C helyét Zavacki, gondolom egyértelműen a támadások miatt. Igen, így igaz. Meg kell próbálni, negyed óra van hátra, minden feltenni egy lapra. Sajnos az ittereink ma nem mennek be, úgy látszik, ma semmi nem sikerül, rúgtuk a kapufákat. Megpróbáljuk három támadóval, hát a sikerüljük. 12,5 perc van hátra. Ennyi idő alatt kellene egyenlíteni a Ferencvárosnak, most már három támadóval. Eszenyi. Schneider. Oda löbböli Eszenyinek. Virág. Pálink húzza ki előle. Zavacki ér labdához. Fehér. Ulvecki, ő nagy lövő. Hát felsóhajhatnak a ferencvárosi hívek, mert ez nem Balogh Tamáson múlott. Ulvecki ezúttal laposan lőtt. Szentikkel mellé. Kellemetlenül még meg is pattant a kapus előtt a labda. Ulveckinek most nem sikerül. Lisztes. Pálind. Üresen Zavacki. Zavacki még. Csabán. Zavacki maga számára teremtett helyzetet. Megpattant lengyelen is a lövés. Minden esetre Csabánnak nyújtózkodnia kell. Fölényben játszik a Ferencváros, de Ulvecki góljával még mindig a Pécs vezet. Kopunovic, éles a szög, de gól! Gorán Kopunovic egyenlített.
az a játékos, aki a mezőny egyik leggyengébb embere volt idáig. De benne mindig benne van a gól. Pillanatra szem elől tévesztette őt Schneider, és Csabán sem zárta most jól a rövid sarkot. Egy-egy. Jól érezte Eich László, hogy nehéz lesz 1-0-val kihúzni. Ráadásul, ha jól látom, még egy kényszerű cserére is sor kerül. Igen, Eszhányi meghúzódott, ezért kényszerű cserét kell végrehajtanunk. Közben a Ferencváros egy hatalmas gólt rúgott. Igazság szerint hát várható volt, ha őszinte akarok lenni, mert a második félidőben a nyomás nehezedett a kapunkra. Telek vágja ki. Zavacki. Nagy Zsolt. Nagy Zsolt gólhelyzetben rosszul jött ki, Csabán 2-1. Fordított a Ferencváros. És Kopunovics mellett, aki még nagyon keveset tett ezért az 1-1-ért, az Nagy Zsolt volt, aki viszont hozta a 2-1-et most. Érdekes fordulat, Jekyll, aki jól fogta Nagy Zsoltot, elcsúszott, nem találta el a labdát, és Csabán mellett elrúgta a kapu közepében Nagy Zsolt. Vezet a Ferencváros. És még annyit, hogy Debrecen-Újpest végeredmény, 1-0 aranygóljával nyert tehát a Debrecen. Ha így marad, akkor a Ferencváros 5 fordulóval a befejezés előtt 10 ponttal vezeti a magyar bajnokságot. Novák Dezső arra panaszkodott, hogy nem mennek be a helyzetek, most alaposan fordult a világ. Hát igen, ezért szép ez a labdarúgás, mert pillanatok alatt megfordulhat minden. Úgy érzem, hogy a második fél, hogy egyértelműen a milyen gólt volt a kezdeteink, kapufákat rúgtunk. Hát szerint, hogy a végére az ebben a hálóba is betaláltunk. A lengyel. Ulvecki. Katusi. Szekeres. Hoppá! Katusi odaütött. Simon is meglincselné. Jönnek a nézőtérről is a dolgok. Molnár elejtette a piros lapot, amit most Telek mutat föl Katusinak. Kiállítás a végére. Katusi, aki végig, hát hogy mondjam, agresszíven játszott, többször is odatartott szinte mindegyik ferencvárosinak. A ferencvárosiak ezt nehezményezték is igen sokszor, a végén nem bírta idegekkel, és visszaütött Katusi. Szekeres, Kopunovics. Nincs is a pécsieknél jó formán a labda, úgyhogy nem fognak egyenlíteni, főleg most nem, hogy Molnár László lefújja a találkozót. Érdekes mérkőzés volt, hanem is túlságosan magas színvonalú. Vezetett a pécsi csapat, aztán a Ferencváros két csatára, Kopunovics és Nagy Zsolt révén fordított, és nyert 2-1-re, és mivel az Újpest kikapott, így 10 ponttal vezetnek a ferencvárosiak. Könnyen lehet. Gratulálok. Na, közel megyünk, mert nem nagyon lehet hallani a nézőktől. Tehát az első fél időben meglepett titeket a Pécs. Nagyon meglepett, nem tudom miért voltunk ilyen fásultak az elején, teljes dekoncentráltság volt a csapaton. És mi történt a második fél időre? Hát kaptuk egyrészt egy fejmosást, másrészt muszáj volt kicsit kitámadnunk is, meg összeszedni magunkat, mert nyerni jöttünk ide. Nem tudom, számon tartotta a csapat, ez volt Novák Dezső 350. NB1-es mérkőzése a kispadon. Szép jubileumot szereztetek neki. Hát én is akkor gratulálok neki ezután, és majd az öltözőben biztos ünnepség lesz. Hát sajnálom, hogy a közönség így reagál, de hát ez a futball. Azt tudod-e, hogy az Újpest kikapott Debrecenben 1-0-ra? Mostom tőled. És viccolsz? Hát örülök neki természetesen. Na de 10 pont. Hát még van hátra 5 meccs, hát remélem javuló formában fogunk játszani.